Jézus Krisztus kegyelme, a nagyon Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. A Szent Mise áldozatot élő Máriáért és fia Istvánért, valamint menye Mártáért ajánljuk föl. Kedves testvéreim, néhány nap múlva itt van a várvár nagy ünnep, Urunk Jézus Krisztus születésének ünnepe, és mint a kisgyerekek úgy várjuk, legalábbis én várom, hogy valóban különleges kegyelmeket osztogat és hoz magával, szívünket megtölti, vágyainkat kielégíti az ő szeretetével, hogy örvendezni tudunk. 24-én a Benediktusnak az egyház dolozsmájának az egyik imádsága, ugye Zakariási éneke, az antifonája gyönyörű, és ugyanígy az imádságra hívás is, ami így szól, hogy ma megtudjál, hogy eljön a Hazúr, holnap pedig meglátjátok dicsőségét. Testvérem, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr Szent Kegyelmét. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek, mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott. Íme a szűz fogant és fiút szül, és Emmanuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Amikor József felébredt álmából, úgy tett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét. Ez az evangélium igéje. Evangélium tanítása legyen mindenki bocsánat. Kedves testvéreim! Hangzik az evangéliumban, hogy íme a szűz fogant, fiút szül, és Emmanuelnek nevezik el, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Mit is jelent, hogy Emmanuel és hogy velünk az Isten? Vannak olyan dolgok, amit nem lehet kívülről megismerni, hanem csak kipróbálva lehet megtudni, hogy az mit jelent. Nem lehet tudni előre, hogy milyen az embernek az eltávozása a földi életből. Azt akkor tudja meg, amikor eltávozik. Hasonló egy kicsit ahhoz, mint ami a katonai vagy polgári életben van például, hogy nem lehet kipróbálni azt, hogy 5000 méterből milyen kiugrani a repülőből ejtő erdőben. Lehet azt próbálni 50 méterről nyitott erdőben. De hogy kinyílik-e az erdő, és milyen 5000 méterről ugrani, az jó felkészülés után, az első próbálkozáskor tudja meg az ember. Isten meghív bennünket ebben a föld életben, hogy próbáljuk meg az Istennel való együttlétet, hogy megtapasztaljuk, hogy milyen, hogy Isten velünk van. Hogy a boldog Isten boldoggá akar tenni az együtt lélésből, hogy engedjük, hogy uralja a lelkünket.
hogy a szolgálat által, ami az ő szolgálata, vagyis hogy a törvényei szerint élek, öröm legyen, hogy engedjem, hogy az ő uralma megvalósuljon. Ez az Isten országa, más szavakban Isten uralma a lelkemen. Hogy benne legyen a lelkemben, hogy a lelkiismeretemen keresztül tudjon kormányozni, és ezért engedjem, hogy kiforduljon a lelkem a régi állapotából. Ezt így hívják, hogy extázis. Milyen sokan vágynak arra, hogy lelki extázisuk legyen, kegyelmeket kapjanak, hogy elfeledkezzen, kilépjen a lelke önmagából, az Istenével legyen együtt, és ezért szinte esztelen dolgokat tudjon megtenni az Istenéért, miközben extázisban van, mert kilép önmaga, nem önmaga köti le, hanem az isteni jelenlét megbabonázza, megfogja, és ezért olyan dolgokra képes, amely nem csak önmagát boldogítja, hanem másokat is. Erről az extázisról ad számot Szent Pál apostol ma, hogy neki mit jelentett, hogy Emmanuel, vele az Isten. És ezt kínálja, nem csak bemutatja ebben a gyönyörű szép körmondatban, amit én most el fogok mondani, és aztán magyarázom, hanem szinte érzi az ember, hogy mit jelent az, hogy Isten vele van, és hogy mire hív Pálon keresztül, nem csak tartalmilag, hanem az egész stílusa, hogy hát én nem akarom, hogy a Jóisten megragadjon, és velem legyen, és boldoggá tegyen. Mert egy levél kezdése ez, és a levelet úgy szokták kezdeni, hogy mondom, hogy így is jó lett volna, hogy én Pál, nektek, békesség nektek. Ez volt a korabeli levél címzés, és ehhez képest mit hallom? Pál, Jézus Krisztus szolgálja, meghívott apostol, akit kiválasztott az evangélium a számára, amely előre meghirdetett a szent hivatokban, a profétái által, fiáról, Jézus Krisztusról, a mi Urunkról, aki test szerint Dávid nemzetségéből született, de a szentség lelke által Isten hatalmas fiáról rendelt, vagy más szóval bizonyult annak. A halálból való föltámadása által bizonyultam. Aki által kegyelmet és apostoli megbízást kaptunk minden néphez, hogy engedelmeskedjenek a hit által az ő nevéért. Ezek közé tartoztok ti is, Jézus Krisztus meghívottai. Isten összes szerettének, a meghívott szenteknek. Ez mind egy mondat, és akkor jön a vége, ami nem egyszerűen az, hogy béke nektek, hanem kegyelem és békesség Istentől, a mi Atyámtól és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Itt van az örvendezés, amely kiállott. Háromszor mutatja be magát. Meghívott rabszolga, Istennek kiválasztottja az anyaméből, és örvendezik neki, és nem szomorú, hogy megköti magát Istennek egészen, mert megtapasztalta, hogy mit jelent, hogy vele van az Isten, ez több, mint a család vele van. Erről lemondott érte, de nem kell lemondani a családról. De tudni kell, hogy a család az Isten ajándéka, és a családon keresztül kéne megtapasztalni sokszor, hogy vele van az Isten. Rajta keresztül, akinek szolgálom, az életét, megmosom a lábát, és ezért velem az Isten, mint Jézus megmosta az apostolok lábát, és velem volt az Isten, ti már tisztán vagytok, mondja. És nem meg azt mondhatnám, hogy megmosom a lábadat, ha nem is szó szerint, de legalább a szolgálat, és ezért ő is megmossa az én lábamat, és velünk az Isten a kölcsönös szeretetben. Pál egyenesen rabszolgájára azt tesz velem, amit akar, mert velem van és fölemelt engem, és ezért mindenről lemond, csak egyedül az Istenről nem, aki vele. Ez az öröm, amire meg vagyunk hívva, hogy Emmanuel legyen, velünk legyen, mi meg ő vele, mert ez kölcsönös kell.
Ha elszakadunk tőle, olyan vagyunk, mint a patok, ami a forrástól szakad el, és kiszárad, és panaszkodhatok egész életen át. De ha nem szakadok el tőle, akkor örömteli patok vagyok, aki másokat is megitat. Kiállott kulcsolódunk, mint Pálos szolgál. És ez a szolgálat a szeretet szolgálata, az üdvösség szolgálata, hogy másik boldog legyen. Az evangélium a számára, az öröm és a boldogság híre számára foglalta le. Minket is erre, minket miközben itatni akar az evangélium, hogy örömhír azt jelenti, hogy örömöm legyen. Eközben általam is akar inni adni másoknak, hogy nekünk is öröme legyen. Mert megtapasztalja, hogy nem csak beszélek, hanem örömöm van. És megkívánja ezt az örömet. És megkérdezi, hogy hogyan lehet részem, hogy neked is, hogy nekem is ennyi örömöm legyen, mint neked. És akkor betesz egy korabeli ige hirdetést Pál oda. Ez mind a köszöntés és a kiáltam, amikor kezdjük fejtegetni, hogy hogy is lehet Emmanuel számunkra az Isten, hogy is lehet örömünk az élet. És azt mondja, hogy ez fiáról van, Jézus Krisztustól. És akkor kettő szerint mondja, aki test szerint Dávid nemzetségéből született. Ez azt jelenti, hogy föld életében az volt a hivatása, hogy betöltse mindazt, amit az ember Krisztusról jövendőlte. Az ember Krisztusról pedig Dávid fiáról azt jövendelték, hogy az Isten országának megveti az alapját. A dávidi királyság, a szent ígéret, amely rászállt Szent József földi eltávozása után, ez az örökség, a szent vagyó, a szent ígéret, Szent József halála után Jézus hozzánk. És azt is, hogy fiának, Dávid fiának azt jelenteni, hogy azért neki szolgálni kell, azért neki szenvedni kell. A földi pályafutását jelenti az embersége szerint, Dávid nemzetségéből született, a szentség lelke szerint pedig a halálból való föltámadása által, Isten hatalmas fiának bizonyult, a halálból való föltámadása által kapta meg az Istentől, az Atyától azt a hatalmat, hogy megszentelje minden embert a keresztény vizébe. Ez a legfőbb sajátja. Elnyerte az Istentől, az Atyától, és ezért mondja, hogy fiáról rendelt, vagy fiának bizonyult. Hova tovább olyanná vált, mint a lélek, pedig megőrizte az emberi testét, de mindenhol ott tud lenni egyszerre, hogy velünk tudjon Emmanuel lenni, személyesen, veled, velem, az otthon levővel, ha hisz Jézusban és szerintem, és mindennel az összes milliárddal. Ezért mondja a Szent Pál egy másik helyen, hogy éltető lélekké lett. Olyanná, aki egyszerre bejárja az egész földet, mindenütt jelen van. Átváltoztatjuk a ostyákat és az összes ezerben mind jelen van. A másik misén is. Éltető léleké, hogy velünk tudjon lenni, de megosztás nélkül tud velünk lenni, Emmanuelünk lenni. Isten hatalmas fiának bizonyult, nem ember, aki csak egyszerre egy helyen tud lenni, még az is meg tudja tenni Isten erejével, hogy egyszerre több helyen legyen. A bilokálás történeteit ismerjük, ugye Szent Pió atyától, amíg a gyóntatószékbe jut, hatalmat elment a kellett a harcolókhoz az első világháborúba, és a tábornoknak nem engedte, hogy öngyilkos legyen, miközben gyóntatott otthon. Más az Isten ország. Nem kapunk kedvet hozzá, hogy velünk legyen az Isten. Ez a lelkes bemutatás is, hogy általa kaptam én a kegyelmet, az apostoli megbízást mindenkihez, hogy engedelmeskedjenek. Nézzük meg, hogy az evangélium, a mai evangéliumnak ez milyen szép üzenete, és ez a titka annak, hogy velünk legyen az Emmanuel, az Isten. Az igaz József, ez azt jelenti, hogy engedelmes az Isten törvényeinek, azt tette, amit az angyal parancsolt neki. Engedelmes volt, magához vette Máriát. Előtte pedig Lukács evangéliumából már ismerik, hogy Mária is azt tette, amit az Úr az angyal által mondott. Íme az Úr szolgáló leánya vagyok. Két engedelmes, aki összeköltözik házasságra, és általuk megjelenik az Isten fia.
És aki engedelmes végig az atyának a halálig, a kereszt halálig, ezért Isten föltámasztja őt, és megnyitja az Isten országát. Az Emmanuel, hogy velünk legyen az Isten, ennek a titka az engedelmes szeretet. Hogy a hit által, az ő nevéért megnyílik az Isten országa számunkra. Mert velünk van, de nem úgy, mint ahogy annak idején Egyiptomból kivezette a népét is, éjszaka tűzoszlopva, nappal pedig egy felhővel eltakarta őket, és átvezette a Vörös-tengeren, hogy test szerint megszabaduljanak a fáraó igájától. Kiszabadít bennünket, oltalmaz, éjszaka vezet a sötétségben, amikor nem látunk, világító fényként van előttünk, ami Emmanuel. Ezért mondja azt, hogy én vagyok a világ világossága, aki utána nem jön sötétségben. Érezzük, hogy velünk van, lássuk őt. A kiválasztott nép vagyunk, a szentek, aki el van foglalva, és ki van tüntetve Isten által, Isten szerettei, így mondja Szent Pál a mai evangélium, vagy Szentlecke részletben. Akiket szeret az Isten, előtte mellett, mint fényosztok. Csak rá kell néznem, csak ki kell nyitnom az evangéliumot, és megtelik az embernek a lelke már fénnyel, örömmel. Jézus szimatolja, szívja a lelke magába. Reggel pedig fölkelve álmából, látja, hogy ott van a keresztel előtt, azt mondja, gyere utánam, én vagyok a fényed, ne félj a keresztedet fölvenni. Én fényed vagyok, boldogságod vagyok. Isten szerettének lenni, szentnek lenni, Krisztus követőnek lenni. Micsoda boldogság, amit kíván nekünk, és kínál nekünk, Szent Pálon keresztül maga az Isten. Ez a kegyelem és békesség, az Istennek az előre megajándékozott teremtő szeretete, még a hit megszületése előtt, amit fölkínál minden ember számára. Csak meg kell nyitni a szívünket, hogy még nagyobb legyen bennünk ez a hit. Ez a kegyelem, ez a megelőlegező, teremtő szeretete. És ha megnyitottuk, és ezért újjá tudja teremteni a lelkünket, a kegyelemmel, akkor utána békén van, amit Szent Pál kínál nekünk. A messiási béke, ahol minden a maga helyén van. Nem akar onnan más lenni, más ember lenni. Nem irigyli a másik embert, mert végtelen békéje kiárad belőle. Olyan, mint a folyam, hogy ezt mondja Izajás. De nem olyan folyam, amely rombol, hanem olyan, amely partalan mégis. Mert vízzel ajándékozza meg a sivatagot, ami körülötte van, hogy termőföld legyen, nem pusztító kiáradó folyam, hanem a béke folyama, amely túlcsúrdul belőle. Mert a maga helyén van, és ettől boldog, azon a helyen, amire Isten teremtette őt, és nem kíván mást, vele az Isten, csorgatja a lelkébe, a szíve mélyére, a lét legmélyére, azt, amire vágyik. És amit ki se lehet mondani, és Szent Pál így mondja, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, emberi ész föl nem fogja. Ez a szó, hogy szeretet, messze még nincs megközelítve se, semmilyen földi élvezetben, semmilyen földi boldogságban. A morzsák morzsája, a legnagyobb földi boldogság is az Isten országához képest. A maga helyén lenni, amire Isten teremt. És akkor így zárom le az elmélkedést. A szűz fogan fiú szül és Emmanuel a neve, ez azt jelenti, hogy velünk az Isten, minden szentség alkalmával, gyónás szentség alkalmával, ez az Emmanuel a vérével tisztítja meg a lelkemet, szűzé teszi, hogy fogadhasson, de nem a bűnt, nem a szeretetlenséget, az engedetlenséget, hanem hogy fogadjon a lélek által. Szűzlelkünkbe fogadjuk a Szent Lélek által, mi is Jézus Krisztus. Hogy velünk legyen, hogy boldoggá tegyen, és rajtunk keresztül másokat is erre meghívjon. Hasonlóan Szent Pálhoz.